Nyilván mindent 1000 forrásból meg kéne tudni erősíteni, és erre nem mindig van lehetőség, de ettől függetlenül fogadjunk-e bizonyos dolgokat, vagy viselkedjünk úgy, mintha bizonyos dolgokat elfogadnánk, úgy, ahogy az megjelent a CNN arról ír, hogy iráni hackerek törték föl Donald Trump korábbi kampánytanácsadójának, Roger Stone-nak a privát e-mail fiókját. Azt tudjuk, hogy feltörték a fiókot, azt is tudjuk, hogy kiszivárogtak onnan információk. Az elmúlt napokban Irán már képbe került, erre erősített most rá a CNN a saját forrásaira való hivatkozása, a Gyarmati István biztonságpolitikai szakértőt köszöntöm a stúdióban. Jó reggelt kívánok! Köszönöm. Milyen jellegű és milyen súlyú incidens ez? Ugye a hackerek kétféle módon dolgoznak, hogy vagy tudunk róla, vagy nem. De ha nem tudunk róla, akkor is mindig arra kell készülni, különösen, ha ilyen frekventált személyiségekről van szó, hogy bármikor betörhetnek az e-mailünkbe, a telefonunkba, a televíziónkba, és így tovább. Ezzel lehet védekezni, de hát korlátozottan, tehát egyrészt nagyon drága védekezni, és magánemberként nagyon nehéz, mert hogy nem nagyon vannak meg azok a felszerelések, tudás, ami ehhez szükséges. Tehát, ha Donald Trump tanácsadójának betörnek az e-mailjébe, ezen egyáltalán nem kell csodálkozni, szerintem ő se csodálkozik. Az iráni érintettség, az mit jelez felénk? Ugye Iránt nagyon érdekli nyilvánvalóan, hogy mi lesz az amerikai politika az elnökválasztás után. És az egyik variáció most szerencsére kevésbé valószínű, mint ezelőtt egy hónappal, hogy Donald Trump lesz megint az elnök. És hát az ő e-mailjei azok jobban védettek, de azt nem is kell nagyon betörni, mert ő mindent kifecseg azt is, ami nincs. Tehát nyilvánvalóan a környezetét támadják, és próbálják meg megtudni, hogy mire számíthatnak. Nem sok sikerre járnak, mert ugye az mindent és mindennek az ellenkezőjét is lehet megtudni Trumptól. A közel-keleti helyzettel kapcsolatban nyilván különösen érdekes most Iránnak a szerepe, és hogyha azt nézzük, hogy holnap, ha igaz lesz talán a palesztin és az izraeli fél között egy tárgyalás. Nem lesz, lemondta a Hamasz a tárgyalás. Akkor köszönöm, hogy ön figyelmes volt. Igen, ma reggel lemondta. Közben itt benne a stúdióban, akkor erről nem értesültem. De ez kinyit egy másik kérdést. Ugyanis Irán azt mondta, hogy ennek a tárgyalásnak a sikerétől, nyilván Irán szempontjából, vagy a Hamas szempontjából sikeresnek minősített kimenetelétől teszi függővé azt, hogy Izrael vagy izraeli érdekeltségek ellen támadást fog végrehajtani. A Fehérház az pedig már korábban azt közölte, tegnap előtt azt közölte, hogy arra számítanak, hogy ezen a héten Irán részéről valamilyen akció lesz. Innentől kezdve ezt most már akkor borítékolhatjuk, hogy meg fog történni? Ugye a tárgyalások sikeréhez nem a legjobb hozzájárulás, ha nem megyek el a tárgyalásra, tehát azért ugye nyilvánvalóan arra kell számítani, hogy ezek nem fognak eredményt hozni, ezek a nem létező tárgyalások. Később lesznek, meg közvetítőkön keresztül ezek folynak. Hogy mit fog Irán csinálni, ezt nem tudjuk. Ugye most már lassan két hete az van, és lassan úgy járunk, mint a pásztor fiú, hogy mindig a farkast kiáltunk. Ez a farkas azonban nagy valószínűséggel jönni fog, azt nem tudjuk, hogy hányan jönnek falkában, jönnek-e, sokan jönnek-e. Én nem számítok arra, hogy Irán egy óriási nagyméretű támadást indítson, ez öngyilkosság lenne. Ugye az amerikaiak megint fölvonultak nagyon-nagyon nagy erőkkel, és sikerült visszaállítani azt a koalíciót, ami korábban hát eredményesen harcolt Izrael védelmében, ugye Jordánia, Szaud-Arábia részvételével. Úgyhogy én azt gondolom, hogy Irán akkor teszi jól, hogyha a Hezbollah-t és a Hamaszt küldi, és a Huszikat, tehát a proxiait küldi harcba. Persze demonstrációs célral valószínűleg kell neki is valamit saját magának is tennie. Gondolom, hogy az ajatolla most nagyon nehéz helyzetben van, mert sokféle tanácsot ad. Ugye van egy viszonylag mérsékelt elnök, az új elnök, ott vannak természetesen a radikálisok. Nagyon nehéz helyzetben van, nem irigylem őt, de hát ők maguk keresték ezt a problémát. Az új, viszonylag mérsékelt elnök, ő önálló szuverén politikai szereplő? Egyáltalán nem, a katonaság szempontjából, mert különösen nem, semmi köze nincsen, nem ő a parancsnok, nincsen a hatása rá, és egyébként is ugye mindent az ajatolla dönt el. Oroszország legalábbis ukrán források szerint, de ezt egyébként például az ISV-n is ezt láttam, 1000 négyzetkilométer körüli területet
vont magához, vagy ellenőrzése alá az oroszországi Kurszki régióban ez a fajta ukrán akció. Ez középtávon mit okozhat? Azt gondolom, hogy egy stratégia módosulást, ha nem váltást látunk Kijevben, ugye ma már nem zárkoznak el a tárgyalásoktól, sőt attól sem, hogy a tárgyalások előfeltétele legyen az, hogy kivonul minden orosz csapat mindenhonnan, sőt már azt is mondják, hogy nem biztos, hogy az orosz megszállt területek mindegyikét katonai erővel kell visszaszerezni. Ugye ezen már, erről már lehet tárgyalni. Ahhoz, na de ez tárgyalási pozíció kell. Igen, és ezért azt gondolom, hogy erősítik magukat. Ugye a hagyományos frontokon nem nagyon tudnak javítani, ott inkább még az oroszok dominálnak, és ezért gondolom, hogy próbáltak valamit teremteni, egy olyan helyzetet, ami azt mutatja az oroszoknak is, hogy érdemes, bár hogy Putyinnak is, hogy érdemes lenne esetleg megfontolni egy tárgyalást. Annál is inkább, mert óriásiak az orosz veszteségek, hihetetlen nagyok, és úgy tűnik, azt halljuk orosz barátoktól, hogy elkezdtek zajongani azok, akik a háborút ellenzik azért, mert nagyon nagyok a veszteségek, és nagyon fél Putyin egy ilyen afganisztáni kimeneteltől. Gyarmati István biztonságpolitikai szakértőnek köszönöm, hogy eljött hozzá. Nagyon szívesen jössz.